Üdv mindenkinek, sziasztok! A nevem Veronika, és ez itt a Valódi Bűnesetek. Az előző részben Robert Black gyermekkoráról volt szó, és hogy hogyan került az első bírósági tárgyalásig. A mai részben azokról az esetekről lesz szó, amikor gyermekeket rabolt el, erőszakolt meg, és ölt meg. Nagyon sokkoló részletek következnek, úgyhogy csak abban az esetben nézd meg, hogyha erre készen állsz. Black életében annyira volt fontos Pamela, hogy Pamela mellett vagy nem volt igénye, vagy nem volt ideje arra, hogy kislányokkal foglalkozzon. Viszont Pamela elhagyta, és egyre erősödött Robertnek az érdeklődése a kislányok iránt, és a kislányok hüvelye iránt. A gazdája, háziasszonya, tehát ahol Robert lakott, aznak a házaspárnak volt egy 9 éves unokája, és Robert megint elkezdte azt, amit régebben is csinált, molesztelte a kislányt, az ujját bedugta a kislány hüvelyébe, és ezt végül a kislány elmondta a nagyszülőknek és a szülőknek is. Végül a család úgy döntött, hogy a kislány így is mellék tortúrán ment keresztül, nem akarják a kislánynak az érzelmét azzal felkavarni, hogy újra és újra előhozzák. Tehát ezért nem jelentették fel Robertet, viszont ugye egyértelmű, hogy arra kényszerítették, hogy azonnal hagyja el a házat. Tehát Robert ezt is megúszta, hiszen a család úgy gondolta, hogy a kislánynak így jobb, hogyha ezt nem emlegetik a bírósági intézkedések alatt. Bár nem tettek feljelentést a gyerek szülei, nagyszülei, de mégis híre ment ennek az esetnek a kisvárosban. Blacket kiközösítették, majd indoklás nélkül ki is rúgták a munkahelyéről. Ezért Black ismét várost váltott, visszament abba arra a helyre, ahol nevelkedett, és itt ismét egy szobát vett ki. A házaspár, akinél a szobát kivette, volt egy 7 éves kislányuk. A kislányt ugyanúgy bántalmazta, mint ahogy ez Blacktől már megszokott volt. Viszont ebben az esetben nem volt olyan szerencsés, hiszen a szülők feljelentették Blacket. 1967 márciusában, az ekkor 20 éves Blacket már bűnösnek találták 3 rendbeli személyrem sértő támadásban, és egy évre elítélték, amelyet Polmontban töltött le. Szabadulásakor Black úgy döntött, hogy elhagyja Skóciát, hiszen egyre jobban ismertté vált, és a rendőrségi nyilvántartása is folyamatosan bővült, ezért úgy döntött, hogy Londonba megy, ahol új életet kezd, és ott ismeretlen, névtelen. Black elkerülte a 70-es években a büntetőjogi eljárásokat, ami később feltételezi, hogy ez nem azt jelenti, hogy ő nem követett el bármilyen gyilkosságot, vagy személyre sértő magatartást, csak éppen nem tartóztatták le, nem indult ellene büntetőjogi eljárás. Viszont rájött, hogy pornográf, gyermekpornográf tartalmakhoz juthat, főleg Amsterdamban, ahol a pornográfiai törvények kevésbé szigorúak, és innen szerzett belé sok magazint. A későbbi letartóztatásakor Blacknek a lakásán 100 gyermekpornográf magazint és 50 szintén gyermekpornográf videókazettát találtak. Weyer, a pszichológus később megkérdezte Blacket, hogy Black szerint mi az az életkor, ami elfogadható, hogy a szexuális együttlétbe beleegyezzen a másik fél. És Black helyeslően azt mondta, hogy ő hallott egyszer azt, amivel ő is egyetért, hogyha már elég nagyok, akkor elég idősek is hozzá. Amikor először megérkezett Londonba, mindenféle mellékállást vállalt, olcsó szobát bérelt, majd egy úszodában kapott állást, mint úszómester. Ez neki nagyon jó volt, mert ismét olyanokat csinált, hogy a víz alá merült, onnan nézte az úszó lányokat, néha-néha megérintette őket. Egyik esetben viszont az egyik lány fel is jelentette őt. Nagyobb eset nem lett belőle, viszont Robertet elbocsátották az úszodából. Amikor úszómesterként dolgozott, mindig beszökött éjszakánként, hogy ússzon a medencében, akkor egyedül lehetett, és ami a pláne, hogy mindig egy seprű nyellel a végbelében úszott. Black, amikor nem dolgozott, amikor munkát keresett, vagy esetleg munka után, kocsmákba járt dárcozni. Soha nem rúgott be, igazán mindig csak egy sört ivott, de ahhoz képest, hogy amennyit lejárt a kocsmákba játszani, és ahányan ott voltak, amilyen élet volt ott, mégse alakított ki egyetlen egy barátságot sem. Bárkivel, akivel beszélgetett, senki nem érezte úgy, hogy ő vele barátkozni akarna.
Mindig csak egy ilyen felszínes beszélgetés volt, ha egyáltalán volt. Soha nem beszélt magáról, a hobbiáról. Ő mindig csak hallgatott, és nem vonta bele magát. 1972-ben Eddie és Kathy Risonnal találkozott Robert egy kocsmában. Elmondta, hogy neki szüksége lenne egy albérletre, és a párnak a tetőtéri szobája pont szabad volt, ezért kiadták Robertnek a szobát. Eddie kezdetben vonakodott, de Kathy meggyőzte Eddie-t, hogy nem lesz semmi probléma, Robert nagyon szelídnek tűnt, és végül is Eddie is beleegyezett, ezért kiadták neki a tetőtéri szobát. Az 1994-es letartóztatást követően Eddie úgy emlékezett vissza, hogy Robert nagyon jó bérlő volt, időben fizetett. Néha együtt étkeztek, néha felmentek hozzá kártyázni, de amúgy nagyon ritkán látták, úgyhogy egy ideális bérlő volt, nem volt vele semmi probléma. A házas pár fiú gyermekei hívták Edit Büdös Bobinak, tehát ilyen gújnéven illették, mivel az akkor is jellemző volt rá, hogy erős testszaga, izzadságszaga volt Robertnek. De ezen kívül semmi rosszat nem tudtak elmondani Robertről, viszont soha nem beszélt a múltjáról, vagy magáról. És Eddie fia is azt mondta, hogy Robert olyan volt, akivel nem akarsz nagyon beszélgetni, és nem akarsz nagyon barátkozni se. Részonik azt is megemlítették, hogy Black lelkes amatőr fotós volt, itt kiderült később, szeretett kijárni a játszóterekre, ahol videófelvételeket, pillanatfelvételeket készített a gyerekekről. 1976-ban Robert a PDS-nél kezdett el dolgozni, a vállalat posztereket szállít Anglia és Skócia között. Ez Robertnek, ez a sofőrmunka nagyon aktuális, és nagyon persze szabott volt, hiszen Robert sohasem tudta nagyon magát az időhöz kötni, nem tudta határidőket betartani ilyen szempontból, munka szempontjából. Fizetni, mint bérlő, mindig fizetett rendesen, viszont a munkában mindig megcsúszott, ezért a sofőrállás ez jó volt neki, el kellett vinni a posztereket A-ból B-be. 10 évig dolgozott a cégnél, viszont Robertnek nagyon sok autóbalesete volt, és ezt már a cég nem akarta folyamatosan a biztosításokat fizetgetni, ezért Robertet elbocsátották. Viszont Robert mellé megint, mellé állt szerencse, hiszen a PDS-t, a céget két korábbi alkalmazott kivásárolta, és Robertnek visszaadták a munkáját. Robert anyagilag még mindig meg volt szorulva, de nagyon szorgalmasan dolgozott, és nagyon szívesen vállalta el a hosszabb munkákat, ami Skóciába megy, és főleg ami hétvégente, hiszen a többi sofőrnek volt családja, és nem akarták azok a sofőrök a családi életüket ezáltal tönkre tenni, hogy mindig úton vannak. És ezért Robert fedezte ezeket az utakat. Tehát még hálásak is voltak neki ezért. Sajnos Robertnek olyan munkája akadt a PDS-nél, amikor futár volt, hogy olyan vidéki helyeken járt, ahol meg tudta figyelni a gyermekeket, ahol fel tudta mérni a terepet, és a későbbiek során már egy feltérképezett terepről könnyedén tudta gyorsan elrabolni az éppen kiszemelt áldozatát. Robert furgonja hátuljában különféle maszturbációs eszközöket tartott, amelyeket a végbélnyílásába dugott fel, és kislányok ruhájait tartotta még ott, amit szeretett ő viselni, például egy női fürdőruhát, miközben önkielégítést végzett, és a kislányokra gondolt. El is érkeztünk az első esethez, amelyet bizonyítottan Robert Blackhez kötnek, ez az eset pedig 1982. július 30-án történt. A család az angol-skót határon lakott. Susan Maxwell megkérdezte édesanyját Liz-t, hogy az új biciklijével elmehet-e a teniszmeccsre, amelyet barátnőjével játszik. Liz, az anya azt mondta, hogy azt nem engedi meg, hiszen nagy a forgalom, hogy biciklivel menjen a teniszmeccsre, de most egyedül elengedi őt, és sétálva elmehet egyedül, hogyha akar. Susan elindult ebben a nyári forróságban a teniszmeccsre. Ebben a közösségben mindenki ismerte egymást, és mint később kiderült, még az is emlékezett Susanre, aki a teniszítőjét lengeti a teniszpályára menet. Tehát azok is felfigyeltek a kislányra, akik nem is ismerték ezt a lányt. A lány elment, és
Liz délután 4-kor úgy döntött, hogy elmegy a lányáért, hiszen nagyon nagy nyári forróság van, és biztos megizzadt a teniszmeccs alatt. Elmegy érte, és akkor hazaviszi kocsival. Viszont nem látta visszafele sétálni a lányát. Nem találta a teniszpályán. Felhívta azt a lányt, akivel teniszeznie kellett, mert teniszmeccse volt, lett volna a lányának, de ott se volt. Nem ment el a barátnőihez, Susan, tehát nem találták sehol. Ezért rögtön hazament, és hívták a rendőrséget. Nagyon gyorsan megindult a nyomozás. Elkezdték kikérdezni a helyieket, mindenki elmondta, hogy igen, látták a kislányt, hiszen citromsárgába volt öltözve, feltűnő jelenség volt, viszont ennél többre akkor nem jutottak. A Susan feltételezett elrablása utáni napok a vidék aprólékos átfésülésével teltek, és az eltűnésének nyomait keresték. Cornhill lakosságának csak nem kétharmada csatlakozott a kereséshez. Maga Fordyce, Susan apukája, minden nap kiállt a keresési csapatokhoz. Mivel Maxwellik maguk is újságírók voltak, folyamatosan beszéltek a sajtóval abban a hitben, hogy csak előnyös lehet Susant a nyilvánosság előtt tartani. Végül 2 héttel Susan elrablása után, augusztus 13-án jött a hír, amire mindig is vártak, de amitől mindig is rettegtek. Liz és férje épp egy rádiónak adtak interjút, majd hazafelé tartottak, ahol egy tiszt várta őket. A tiszt nem mondta, hogy a kislány halott, azt mondta, hogy találtak egy kislányt, aki már nem él. Egy Arthur Meadows nevű férfi találta meg Susan holttestét. Egy árokban volt az A518-as úton, közvetlenül a Midlenci Utoxeter mellett. 250 mérföldre attól a helytől, ahol Susant elrabolták. Amikor Liz és Fordyce megkérdezték, láthatják-e lányok holttestét, a tiszt, amilyen tapintatosan csak tudott, azt válaszolta, hogy nagyon meleg volt az idő. A holttest a felismerhetetlenségig lebomlott 2 hét forró nyári napsütés után, ami azt jelenti, hogy Susant csak a fogászati feljegyzései alapján tudták azonosítani. A patológus még azt sem tudta megállapítani, hogyan halt meg a kislány. Az egyetlen nyom az volt, hogy Susan nadrágját levették. A rövid nadrágját ezután lecserélték, a nadrágját a feje alá hajtogatták. Ez megerősítette a gyanút, hogy a támadás indítéka szexuális volt. Bár azt, hogy ez milyen formában történt, soha nem sikerült megállapítani. Rekonstruálták a kislány elrablását, hogy emléket idézzenek azokban, akik látták aznap a kislányt. Elmentek a közeli szállodákban és autóparkokba, hogy láttak-e valami különöset, vagy egyáltalán mit láttak a szemtanúk. Próbáltak minden nyomot megragadni, hát ha valamit találnak, valami apró nyomon el tudnának indulni. Kikérdezték még a Staffordshire és Skócia között szállító cégek sofőrjeit is. A legígéretesebb nyomot egy pszichiátriai ápoló adta, aki azt mondta, hogy a Susanra nagyon hasonlító kislányt látott egy teniszütőt, és azt mondta, hogy egy Gastanova Triumph 2000-es autóban látta, viszont 19.000 Triumph, Gastanova Triumph sofőrjét ellenőrizték le. Mind a 19.000 sofőrt kihallgatták. A rendőrség már majdnem egy éve nyomozott. 500.000 ilyen rendőrségi akta volt már nekik, amit kézzel írtak. Ez későbbiekben fontos, hiszen ezt mind át kellett nézni. És mivel nem számítógépen volt, az emberi hiba lehetősége ugyanúgy fönnállt. És hiába volt ennyi adat az ügy kapcsán, meg ennyi kihallgatott tanú gyanúsított, mégsem jutottak sehova sem. És ahogy azt lenni szokott, egy következő gyilkosság kellett ahhoz, hogy ezt az első gyilkosságot, ennek az ügyét tovább vigye. Hiszen a második gyilkosság több támpontot tud adni, összekötötték a két ügyet, és akkor már az elsővel is jobban haladtak. És akkor térjünk át a második gyilkosságra is. Tehát az első eset után egy évvel, 1983. július 8-án Edinburgh külvárosában található Portobello-ban. Szintén ugyanúgy ismerték a helyiek egymást, ugyanúgy, mint az első esetben. Tehát itt az 5 éves Caroline Hogg lakott anyukájával. Egy nagyon-nagyon szép napot töltöttek együtt, és este kikísérték a nagymamát a buszmegállóhoz.
Majd hazamentek, de a kislány még mindig nagyon élénk volt este 7 órakor, és könyörgött az anyjának, hogy hadd menjen még ki egy kicsit az utcán, hadd játszom. Az anyukája megengedte ezt, hiszen egy nagyon közeli játszótérre szokott a kislány kijárni, és most is azt mondta, hogy pár perccel kimehet játszani, de a kislánynak mindig meg volt tiltva, hogy szóba álljon idegenekkel, nem mehetett a játszótér melletti sétányra sem, sem a közeli vásártérre, a Fun City-re, City-be sem mehetett el. Tehát 7 órakor megengedte Anett, a Caroline édesanyja, hogy a kislány kimenjen a játszótérre 5 perce. 7 óra 15-kor Anett a kislánynak a bátyját, Stuartot küldte ki, hogy szóljon a kislánynak, hogy most már ideje bejönni. Viszont Stuart visszajött és mondta, hogy nem találja a kislányt. Így már Anett is kiment és keresték a kislányt, de nem találták sehol, ezért már 8 óra előtt hívták a rendőrséget. Gyorsan elkezdődött a nyomozás, hiszen egy 5 éves kislányról van szó. Több tanú mondta, hogy láttak egy férfit a játszótér környékén, ahol a kislány is játszott, majd látták, hogy Caroline egy férfival elmegy ebbe a Fun City-be. Ez egy ilyen vidám parkszerű hely, ahol a férfi befizette a kislányt egy gyermekeknek készült körhintára, és látták is páran, hogy kézen fogva hagyja el a kislány és a férfi a hátsó bejáratnál a Fun City-t. Ahogy az előző nyáron, így most is önkénteseket kértek Caroline kereséséhez. Pénteken történt a rablás, vasárnapra már 600 önkéntes kutatta át a helyet, minden centimétert átnéztek. Egy hét lefogadása alatt 2000 önkéntes kereste a kislányt. Ez volt Skóciában a valaha végzett legnagyobb keresés, viszont nem találtak semmiféle nyomot, hiszen ebben az esetben is a kislányt rögtön egy messzi helyre szállították. Tehát bármi is történt a kislányal, nem ott történt, ezért nem találtak nyomot. Az első áldozat szüleivel ellentétben John és Annette Hogg csak egyetlen egyszer beszélt a médiával. John könyörgött az elrablójának, csak hozd vissza, kérlek, engedd haza. Annette sírva azt mondta a nyilvánosságnak, nagyon hiányzik nekünk, nagyon hiányzik. Ronald Stalker felügyelő őszintén kijelentette a nyilvánosságnak, hogy egyelőre semmit sem tudnak. Semmire nem jutottak az ügy kapcsán. Caroline holttestét július 18-án találták meg, körülbelül 300 mérföldre hagyták attól a helytől, ahol elvitték. Épp úgy, mint Susanét, holttesteiket azonban egymástól mindössze 24 mérföldön belül találták meg. 10 nap telt el azóta, hogy Caroline eltűnt, és a test ismét annyira lebomlott a melegtől, hogy a halál oka rejtély volt. Hajpántjáról és medeljáról azonosították. Ezúttal még egyértelműbben, hogy az indíték szexuális volt, ugyanis Caroline teste teljesen meztelen volt. A Susan és Caroline meggyilkolásának nyilvánvaló hasonlóságai miatt a gyilkosságok nyomozását közös vizsgálattá kell tenni. 1983. júliusában a Northumbriai rendőrség főtiszthelyettesét Hector Clarkot nevezték ki az élre. Clarknak a kezdetektől fogva azt mondták, hogy ebben a vizsgálatban az volt a célja, hogy megvizsgálja, hogyan lehet számítógépeket használni egy ilyen nyomozás elősegítésére. Mivel a Susan Maxwell nyomozásból származó adatmennyiség önmagában is óriási volt, Clark úgy gondolta, hogy a közös vizsgálat akkor lenne a leghatékonyabb, ha ezt számítógépesítenék, ami magában foglalná az összes kézi fájl számítógépes adatbázisba való átírását. A Caroline Hogg kérdés előre haladtával ugyanabba az adatbázisba kerülne. Az ötlet helyes volt, mégsem kapott engedélyt, mivel úgy érezték, hogy túl sok időt vesz igénybe a fájlok visszakonvertálása. Ehelyett egy számítógépes programot írtak egyedül a Caroline Hogg vizsgálathoz, és a Susan Maxwell vizsgálat manuális maradt. Portobello-ban, a promenádon és a Fun City-ben tanúkat hallgattak ki. Leicestershire-ben a tisztek az A444-es út mellett ültek, és a rendszámokat írták fel. Az ott elhaladó összes autónak a rendszámát. Hetekig. Az egész ország helyi hírszerző tisztjeit felkérték arra, hogy készítsenek egy listát a lehetséges gyanúsítottakról. Egy ausztrál házaspár, aki
Portobello-ban nyaralt, megkérték, hogy az összes filmtekercset, hogyha készítettek fényképet, videót, bármit, azt adják le a rendőrségre, hogy átnézzék, hogy kik lehettek aznap a Fan City-ben és a Promenádon. Próbáltak mindenkit azonosítani és kikérdezni. A rendőrség megvizsgálta az Edinburgh-ben kiállított parkoló jegyeket is. A legeredményesebb főszerepet Mr. és Mrs. Flynn kapta, akik azt mondták, hogy láttak egy kék Ford Cortinát, amiben egy ilyet szemű kislány ült, és egy olyasmi férfi, amit leírtak a tanuk. 20 ezer kék Cortinás sofőrt hallgattak ki. És ugyanúgy, mint a gesztenye színű Triumphnál, itt is eredménytelenül jártak. Közel egy év után most is hatalmas mennyiségű adatot gyűjtöttek össze, viszont semmire nem jutott a rendőrség. 3 év telt el a következő gyilkosságig. A következő áldozat a 10 éves Sarah Harper volt. 1986. március 26-án a 10 éves Sarah Harper volt a harmadik kislány, akit elvittek. Sarah a Lidzi Morley-ban élt, amely délebbre volt, mint a másik két lány, de még mindig Anglia északi részén. Aznap este 8 órakor, amikor véget ért a Coronation Street, Sarah anyja, Jackie megkérdezte a gyerekeit, hogy kimenne át a közeli boltba egy kenyérért. Sarah önként jelentkezett, átvette az anyjától az 1 fontot, felvette a 2 limonádés üveget, hogy Betty díjként beváltsa, és elment a közel 100 méterre lévő boltba. A bolt tulajdonosa tisztán emlékszik arra, hogy a kislány bement, vett egy kenyeret, visszaváltotta az üvegeket, és vett 2 csomag ropogtatni valót is. Hazafele találkozott 2 lányjal is, akik ismerték Sarah-t, látták, hogy hazafele sétál. Majd Sarah egy közeli sikátorba ment, azon a sikátoron keresztül jutott volna haza. Utána már, ahogy bement a sikátorba, soha többet nem látta senki. 8 óra 15-kor Sarah anyukája, Jackie, aggódni kezdett, hiszen ennyi idő alatt már bőven haza kellett volna érni a boltból. Gondolta azt, hogy talán vett magának valami ropogtatni valót, és a sikátorban eszi, de mégis kiküldte Sarah nővérét, Claire-t, hogy keresse meg Sarah-t, hogy hol van már ennyi ideig. Claire Sarah nélkül jött haza, és azt mondta, hogy nem találja, nem látja sehol. Ekkor már Jackie is elment a kislányt keresni. 9 órakor már hívták a rendőrséget, és a rendőrség ismét gyorsan nyomozásba kezdett, hiszen egy 10 éves kislányról volt szó. Sarah-t március 26-án rabolták el. Április 19-én David Molt sétáltatta a kutyáját a Trent folyó partján, amikor észrevett valamit lebegni a vízen. Azt hitte, hogy valami be van zsákolva, majd később az áramlat megfordította ezt a dolgot, és észrevette, hogy ez egy holttest. Egy bot segítségével kihúzta a holttestet a folyópartra, és értesítette a rendőrséget. Később megállapították, hogy ez a holttest Sarah Harper. A lányt az M1-es autópálya 24. csomópontja körül a folyóba tették, amikor még életben volt. A holttestét megvizsgáló patológus a halál előtti sérüléseket szörnyűnek minősítette. Sarah támadója erőszakosan feltárta a lány hüvelyét és a végbélnyílását is. Jackie Harper, akárcsak Liz Maxwell, a mai napig élénken emlékszik arra, amikor közölték vele, hogy megtalálták a lánya holttestét. A tiszt csak annyit kérdezett Jackie-től, hogy nem szeretne egy csészeteát inni, és Jackie mondta, hogy mondd, amit mondanod kell, amiért itt vagy. Viszont a tiszt még mindig csak azt a teát emlegette, hogy ígyunk egy teát, ígyunk egy teát. Jackie akkor már nagyon ideges volt, dühös volt, és már csak azt akarta, hogy hallja, amit hallania kell. Azt akarta hallani, hogy igen, megtaláltuk őt. Terry Harperrel Jackie apjára jutott az a sors, hogy azonosítsa a lánya holttestét. Azt mondta, hogy ez rosszabb volt, mint amiről valaha álmodtam. Hector Clark, aki vezette a nyomozásokat az első 2 gyerekgyilkosság kapcsán, nagyon próbált nyitott lenni bármilyen gyerekgyilkosság kapcsán, viszont úgy gondolta, hogy ez az eset nem kapcsolódik az első 2 esethez, hiszen az első 2 eset az sokkal éjszakabbra történt, az nyári meleg napon történt, mind a első két rablás, ez viszont egy tavaszi esős borús napon. Az első 2 lány színes ruhát hordott, ennek a kislánynak a testét viszont csak egy anorák fette. Tehát
Clark úgy gondolta, hogy ez az eset nem kapcsolódik az első kettőhöz. Susant és Caroline-t forgalmas út mellől rabolták el, ott, ahova sok turista jár. Viszont ez a hely, ahol Sarah eltűnt, ide csak azok mennek, akiknek célja van ott. Tehát Clark nagyon sokáig úgy gondolta, ezt a gyilkosságot egy helyi ember követte el. Olyan, aki jól ismerte a környéket. Visszatekintve ugyan, bár az esetek száma a hasonlóságokban kevés, mégis sokat mondó. Mind a hármat elrabolták, és messze az otthonuktól találták meg. 26 mérföldes körzetben találták meg mind a három lány holttestét. És bár Sarah bántalmazása sokkal erőszakosabb volt, mint az első két lány esetében, ez arra enged következtetni, hogy mint a legtöbb sorozatgyilkos, egyre jobban durvább, egyre erőszakosabb cselekedeteket követ el, hogy ugyanazt az élményt átélje, mint az első esetekben kezdetekkor. Tehát később így elkezdték összecsatolni ezt a harmadik ügyet az első kettővel is. Ismét kihallgattak mindenkit, házról házra jártak, megtudták, hogy egy fehér furgont láttak a környéken, egy hasonló férfit, mint az előző esetekben, aki volt a boltban, amire a boltvezető emlékezett, hogy egy furcsa fickó volt a boltban. A helyi hírszerzőket megint megkérték, hogy a lehetséges gyanúsítottakról készítsenek egy listát, és minden lehetséges gyanúsítottat kihallgattak. Viszont most a rendőrök előnyben voltak, ekkora már képült a belügyminisztérium nagy nyomozó rendszere, a Holmes. Ide bevitték az adatokat, és egy kapcsoló megnyomásával a gép feldolgozta, összehasonlította a bevitt információkat, és azonnal ki tudta adni, hogy egy név, egy rendszám, vagy bármilyen adat már korábban szerepelte. Bár a nyomozásban előny volt, hogy most már képült a Holmes, ez a számítógépes rendszer, bár mégsem jutottak előrébb a nyomozásban. Miután Sarah Harper 8 hónapi nyomozásának ideje lejárt, ezért ő felsége rendészeti felügyelője úgy döntött, hogy mindhárom gyermekgyilkossági ügyet össze kell vonni, az adatokat egy rendszerbe kell felvinni. Na most ezt azt nehezítette, hogy az első ügy kapcsán abszolút nem is vitték a rendszerbe az adatokat. A második és a harmadik gyilkosságnál is különállóan vitték fel a rendszerbe az adatokat, amiket nem lehetett csak úgy összevonni. Tehát mindhármat eleve újra fel kellett vinni a rendszerbe úgy, hogy ezek az adatok, a programok összeférhetőek legyenek. Ez a folyamat összesen 3 évig tartott, és 1990. júliusában végeztek vele. Bár egy adatbázisba került mind a három gyilkosság, viszont nem jártak sikerrel. Ezért megint csak abban bízhattak, hogy Clark megint újra lecsap, de talán most a rendőrség előbb tud lépni, és nem tud olyan messzire elmenni a lányjal a testi dolgokban, mint azelőtt. Tehát előbb elkapják Blacket, mielőtt bántaná a legújabb áldozatát. A mai részben megismerhettétek azt a három lányt, akit Robert Black elrabolt, megerőszakolt és megölt. A következő részben Robert Black elfogását, tárgyalását fogom nektek bemutatni. Remélem akkor is velem tartotok. Köszönöm, hogyha nyomtok egy lájkot, és feliratkoztok, ha még nem tettétek meg. Sziasztok!